Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, hölgyeim és uraim! Önök a Líceum Televízió Arról van szó című heti aktuális műsorát láthatják. Nézzük, mit kínálunk önöknek az előttünk álló egy órában, hogyha velünk tartanak. Líceum épület felújítás, tanulási terek bővítése, továbbépül a Leányka úti kampusz, a főiskola gyarapodása, pályázati lehetőségekből. Rangos elismerés, a megalakult bölcsész konzorcium mind a 8 bizottságában képviselteti magát az Eszterházi Károly Főiskola TDK után előre tekintve a fiatalok jövőjére. 15 ezer kilométerre hazánktól egyedüli magyarként az életnyomkutatók első nemzetközi kongresszusán Argentínában járt kollégánk dr. Dávid Árpád a földrajztanszékről. A demokrácia gyakorlata, kari tisztségviselők megválasztására készülnek a hallgatók, kollégiumi pályázatokról is döntenek a napokban. Hírek, információk előrejelzése a hírlánc ajánlatából, agrometeorológia az időjárásról. Röviden kiemelésekkel mai adásunk tartalmából, témáiról, előzetesen ennyit. Bővebben a jelzett témákról az előttünk álló egy órában szólunk majd. Reméljük, fölkeltettük az érdeklődésüket, és ha így van, akkor velünk tartanak az előttünk álló időszakban. Pályázatok, tanulási terek, új funkciók, tovább épül a Leányka úti kampusz, címszavakban még sorolhatnám, mi mindent is érintünk a következő beszélgetésünkben, amelynek vendége dr. Kistóth Lajos, az Eszterházi Károly Főiskola rektor helyettese. Talán abból indulhatnánk ki, hogy a nemzeti fejlesztési terv meghatározta azokat a lehetőségeket, amikből a felsőoktatásnak fejlődési tere nyílik. Hogyan érint ez bennünket? Milyen teret kaptunk egyáltalán? Igen, hát szeretettel köszöntöm a nézőket, és tényleg az egész pályázati rendszer, vagy törekvéseink megértéséhez talán vissza kellene nyúlni a nemzeti fejlesztési tervhez. Azt már a nézők is tapasztalják nap mint nap az újságban, hogy különös rövidítések jelennek meg ezen a területen, és hát a nemzeti fejlesztési terv lényegében 5 területen sorba jelentett meg különböző pályázatokat. Ebből az 5-ből 3 terület konkrétan is érinti a felsőoktatást, tehát minket is, és ezen a 3 területen fogunk benyújtani különböző pályázatokat. Ez a 3 terület a gazdasági versenyképesség operatív program, az úgynevezett GVOP rövidítésként, a másik az úgynevezett HEFOP rövidítés, ami a humán erőforrás operatív programot jelenti, a harmadik pedig az úgynevezett ROPPOS programok, a regionális operatív program köré kiírt pályázatok. Van még 2 terület, amiben a felsőoktatás, hogy úgy mondjam, nem nagyon kap lehetőséget, ez nyilván az agrár és vidék fejlesztése, operatív program, az úgynevezett AVOP, és az úgynevezett KIOP programokban, ami a környezetvédelem és infrastruktúra fejlesztés operatív programot érinti, talán ott is kevesebb a lehetősége a felsőoktatásnak. Egyáltalán labdába rúgjunk, ahhoz kellett a PEA is, hogy még egy rövidítést mondjuk. Így van, pontosan, hiszen ahhoz, hogy ezek a pályázatok gördülékenyen beindultak, úgy döntött a magyar kormány, hogy egy előkészítő alapot hoz létre, az úgynevezett pályázat előkészítő alapot. Tehát lényegében kezdetben a sikeres pályázatok megírását egy ilyen alap fogja támogatni, ezt mi röviden PEA-nak nevezzük. Ebbe már korábban adott be a főiskola pályázatot, tehát erre a pályázat előkészítő alapra, és nyertünk is 3 pályázatba, úgyhogy azt gondolom, hogy a következőkben erről lenne szerencsés beszélni. Igen, én azt hiszem, hogy ezt kéne kielemeznünk, és talán annyi magyarázattal a nézőknek tartozunk még, hogy a téma fontosságát hangsúlyozzuk, hogy azért most már úgy fogalmazhatunk a bolonyai folyamat beindulásával, hogy a felsőoktatásnak egyáltalán a talpon maradása függ attól, hogy milyen sikeresek a pályázatai. Nos, hát akkor most jön ennek a fényében ez a 3 terület. Igen, azt hiszem, amit utoljára említett szerkesztő, rendkívül fontos, hiszen az Unióhoz való csatlakozás az a felsőoktatásnak is egyfajta csatlakozását jelenti, az európai felsőoktatási térhez való csatlakozásunkat, és bizony ebben sok mindennek meg kell felelnünk, és ahhoz, hogy megfeleljünk, nyilván sikeresen kell pályáznunk. Na most az előbb említett pályázatok, azok lényegében ennek érdekében történnek. Tehát például a HEFOP-ba megjelent felsőoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat, az úgynevezett 4.1.2-es
pályázat, így nevezzük egymás között, lényegében pontosan ezt célozza meg, hogy három fejlesztési komponenst említ. A három fejlesztési komponens közül az egyik az kimondottan a képzés szolgáló gyakorlati helyek bővítése, a másik komponens az új tanulási terek létrehozása. Különösen oda kell figyelnünk az önálló, az egyéni tanulásra, gondoljunk csak a nyitott képzésekre, a távoktatási területekre. És a harmadik, azt hiszem, ami a csatlakozás szempontjából is a legfontosabb, az, hogy a kampusz az megfelelő informatikai erőforrással bírjon, és ezért a harmadik, tehát az informatikai hálózat bővítése. Tehát ez a pályázat, amit az előbb említettem, tehát amire egyébként pályázat előkészítő alapot is nyert a főiskola, ez lényegében ezt a három komponens próbálja megcélozni. A három komponenst, hogy most már konkrétá tegyük, hiszen a nézők itt Egerbe ezeket a területeket jól ismerik, aminek a fejlesztése történni fog. A gyakorlati helyek bővítésébe egy nagyon sajátos ötlet, egy megoldást találtunk ki. A líceum épületében talán kevesen ismerik azt a kápolnát, ami az első emeleten helyezkedik el, és bizony hosszú-hosszú évtizedekig raktári funkciót töltött be. Egyébként művészettörténetileg is egy igen értékes objektum. Ez a funkció az utóbbi években felszabadult, tehát hogy úgy mondjam, szabaddá vált a terep, és lényegében ennek a kápolnának a milliója kínálja, hogy ebből valamilyen oktatási funkciót lehetne kihozni, hiszen az egyház hát liturgikus funkciót nem kíván neki adni a jövőbe, tehát lényegében teljes az egyetértés abba, hogy ezt valamilyen közös fejlesztésre próbáljuk meg kihasználni. Épp ezért a kápolnának a rendbetételébe ez egy olyan oktatási funkciót csatoltunk, ami mi úgy neveztünk, hogy művészeti szakvizsgaterem legyen belőle. Ez a művészeti szakvizsgaterem ez magában foglalja, hogy azok a művészeti képzések, amik az intézményünkben folynak, tehát gondoljunk itt az énekzenére, gondoljunk itt a vizuális kommunikációra, akiknek közönség előtt kell egy vizsga alkalmával megjelenni, annak bizony eddig nem tudtunk megfelelő teret biztosítani, azaz egy szerényebb, kisebb körülmények között tudtuk ezt csak megtenni. Erre a funkcióra kiválóan alkalmas a kápolna, hiszen azt a szellemiséget hordozza magába, ami egy ilyen atmoszférához feltétlen szükséges. Másrészt pedig hát lehetőséget nyújt nekünk most arra, hogy gépészetileg, villamossági szempontból rendbe tegyük. Esetleg visszakerüljenek olyan tárgyak, amelyek ezt a termet valamikor teljesítették. Talán egyet meg is említek, bár nagy dilemmánk, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani, ez pedig az orgona kérdése, hiszen a kápolnában egy nagyon szép, nagyon jó minőségű orgona volt, ami hát évtizedekkel ezelőtt a novai templomba került, ahol egyébként nyilván a funkcióját betölti, és hát ragaszkodnak is hozzá. Épp ezért tehát a visszahozatala az bizonyos problémákat vet fel, de nyilván alternatívaként fölmerül az, hogy akár ennek az orgonának a visszahelyezése, és ott a templomba novajon ennek a megoldása mondjuk egy másik ugyanolyan jó minőségű orgonával, vagy pedig hát itt egy új zené, új hangszernek az megépítése, esetleg ugyanolyan formába. Tehát ez egy kicsit problematikus ez a része, de azt gondolom, hogy erre most pontot kell tennünk, tehát ha a pályázatban erre lehetőséget kapunk. Kiállító. A noszvai, vagy a novai közösség erre? Azt gondolom, hogy egyenlőre nyilván ezek baráti beszélgetések behangzottak el, és én azt gondolom, hogy az nyilvánvaló, hogy mindenki részéről egy olyan hozzáállás tapasztalható, amely azt sugallja nekem, hogy a kápolna sorsát azt mindenki a szívén viseli. Hiszen amikor oda belép valaki, akkor egyértelmű az a véleménye, hogy hát
nagyon nagy bűn ez, hogy nem tölti be azt a funkciót, amit ez betölthetne. Lehet-e szó ehhez stílusban illő bútorberendezésről? Belefér-e a pályázatba, vagy van erre tervünk? Nagyon jó a kérdés, mert megmondom őszintén, hogy stratégiánk is, hogy még a pályázati szakasz előtt próbálkozzunk valamivel, valami terv elkészítésével, hogy mire odaérünk a pályázati szakaszba, fel tudjunk mutatni valamit, hogy na hát ezt szeretnénk. Hál' Istennek ez most is megtörtént. Az ősz folyamán egy belső építész, tervező, Magyar Éva egyébként, egy nagyon szép anyagot készített a kápolnára. Mondhatnám, hogy ez egy látványterv. Egy látványterv, ami lényegében három funkciót próbál úgy kialakítani, hogy különösebben a kápolna jellegét hát ne bántsa, és ez a három funkció ez egymás mellett meg tudjon élni, úgy, hogy csak a világítással és esetleg bizonyos belső építészeti megoldásokkal ezt el lehessen különíteni. Tehát, hogy vizsga lehessen ott, ne talántán akár liturgikus események is lehessenek ott, vagy esetleg most megint mondok egyet, ami már baráti körben több szájból is hallottam, hogy miért ne lehetne esetleg a város számára egy olyan objektum, ahol esküvőt lehet. Esküvőket kiválóan lehet lebonyolítani, hiszen a líceum épülete az azt gondolom eddig is vonzotta, hiszen látom a folyosókon sokszor, hogy fényképezkednek fiatal párok. Hát miért ne lehetne akkor mondjuk ez a kápolna esetleg éppen egy ilyen esemény helyszíne, hiszen mondjuk meg őszintén, hogy erre a célra konkrétan a városba önálló helység nem áll rendelkezésre. Mennyire tudta érinteni a belső építész ezt a több funkciót? Tehát az, hogy itt egyben zenei ének művészetben lennének vizsgahelyszínek, említette a kiállítás lehetőséget a rajzvizuális kommunikáció szakos hallgatóinknak, és hát végülis lehetne egy házasságkötő helyszín is. Figyelembe tudta venni ezt a látványtervében? Igen, megmondom őszintén, hogy mivel nem értek a belső építészhez, tehát arra kell hagyatkoznom, amit látok a képeken. A képeken ma már ugye digitálisan a számítógép segítségével be tudja mutatni a tervező ezt a látványt. Nagyon-nagyon meggyőző a terv ilyen szempontból, és különböző színű világításokkal a meglévő liturgikus elemek, tehát oltár, szószék, hogy mondjam, olyan rejtve maradt, hogy közben nem kell hozzányúlni ehhez az objektumhoz, tehát megmaradt, hogy világítással a maga funkciójába lehet állítani. És azt hiszem, hogy a tervezés alatt ez nagyon fontos volt, hogy maga az épület kézzelfogható része az ne változzék. Tehát csak a látványba a benyomásaink legyenek máshoz, a funkcióhoz igazítva. Aki figyelemmel kíséri ezen terveinket, az már nem először hall a kápolna felújításról, ezzel már régen foglalkozunk, és nagyon tervbe van véve, hangsúlyt kapott erősen az épülettel kapcsolatban. Mennyire biztos ennek a folyamatnak a beindulása? Hol tartunk? Miből, mennyiből lehet ezt megoldani? Hát azért én azt mondom, szerkesztő úr, hogy igazából az elmúlt években került elő ez a kápolna kérdés. Tehát a fejekbe az utóbbi időben merült ez fel problémaként. Előzőleg, megmondom őszintén, inkább a díszteremre összpontosítottunk, hiszen a díszterem az egy külön problémánk, soha nem volt restaurálva például, és jól tudjuk, hogy szinte 100 milliók kellenének a rendbetételéhez, de hát azt mondom, hogy jelen állapotban is azért funkcionál. Tehát azért most egy picit ezt az új helyiséget kellene talán funkcióba állítani, és akkor párhuzamosan a díszteremmel is foglalkozni. Hogy milyen esélyek vannak erre? Azt tudom mondani, hogy ez a pályázat előkészítő alap elnyerése, azt mondják a szakemberek, hogy igen jó esélyt biztosít arra, hogy EU-s pályázat jól szerepeljen, az EU-s pályázat jól szerepeljen. Tehát ebbe bízunk, hogy azok a szakemberek, akik most a pályázat készítésbe segítenek nekünk, ez egyébként ez egy nemzetközi konzorcium, akik már egyébként megjelentek az épületbe, már több értekezleten túl vagyunk, helyszíni bejárásokon túl vagyunk, vázlatokon túl vagyunk. Tehát lényegében beindult a munka, és hát van egy titkolt szándék. Nem is nagyon merem kimondani, de június közepére szeretnénk a pályázatot beadni. Na most, aki EU-s pályázatot írt, az tudja, hogy bizony rengeteg munka egy ilyen pályázat, de azt gondolom, hogy a elkövetkező két hónapban ez lesz a fő feladatunk, hogy ezt minél tökéletesebben megcsináljuk.
És hát szólnom kell arról, hogy azért nem csak a kápolna van ebbe a rekonstrukcióba benne, hanem még két olyan komponens, mint amit az előbb említettem, az új tanulási terek. Erről azért szólnék egy-két szót. Az új tanulási terek az szintén a líceumhoz kapcsolódnak. Egyébként mind a három komponens a líceumhoz kapcsolódik. Kérdezhetné a szerkesztő és nézés, hogy miért pont a líceum? Hát a Fréskának annyi objektuma van. Én azt hiszem, hogy nyugodt lelkiismerettel nem lehetnénk, ha ebbe a városba ezt a nagyon fontos épületet nem kezelnénk kiemelt prioritással. Igen, van, ahol pontosan, mindenképpen kívülbelül meg pontosan kell oldania. Most nem fogunk beszélni a külső rekonstrukcióról, egyébként folynak ebbe is a pályázat előkészítések. Azt hiszem, egy másik műsorban biztos elő fog majd jönni. De ez a belső része, tehát a kápolna, díszterem és ahogy mondtam, az új tanulási terek az egy nagyon fontos része. Az új tanulási terek alatt egyébként azt szeretném megemlíteni, hogy a második emelet két zárt folyosóját szeretnénk könyvtári és számítógépes elérésre alkalmasan, de ehhez az épülethez illő bútorzattal és technológiával, technikával ellátni. Aki ismeri az épületet, az tudja, hogy a második emeleten az egyik oldalon a történelem tanszék van. Véleményem szerint ez még hosszú ideig valószínű, hogy a történelem tanszék fogja ezt a helyet, hogy úgy mondjam, uralni. És vele szembe a másik emeleten most egy másik tanszék van, de talán nem haragszik meg senki, ha én azt mondom, hogy az én képzeletemben évek múlva ebbe az épületbe valószínű igazából két klasszikus tanszék fogja uralni, hogy úgy mondjam, ezeket a területeket, ez pedig valószínű a magyar nyelv és irodalom. Tehát a magyar nyelv és az irodalom történeti tanszék, és a másik oldalon történelem tanszék. Tehát a bölcsészetnek egy-két olyan területe azt gondolom, amelyik méltán kaphatna itt helyet. Na most ezt a két folyosót szeretnénk egymással szembe úgy rendbe tenni, hogy ez egyrészt ehhez a tartalomhoz igazodjon, másrészt megjelenésébe a többi fejlesztésbe is beépüljön. Ha jól sejtem, akkor ez egy könyvtár bővítést is jelent, és számítógépes ellátást is fejlesztést. Pontosan, is. Egy olyan könyvtár bővítést, ami teljesen nyitott térrel rendelkezés bárki számára elérhetővé válik, és a könyvtár bővítést, ha említette szerkesztő, akkor azt tudom mondani azoknak, akik ismerik a múlt évben átadott kutatókönyvtárat, hogy a kutatókönyvtárnak a további részei is benne vannak a pályázatban. Jelenleg már a tanszékek költöznek ki ebből a sarki területről, és hát a belső építész is elkezdte a munkát, és dolgozik azon, hogy a könyvtárnak újabb, nagyon szép részlegei legyenek ezen a területen. Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, rektorhelyettes úr, hogy a felsőoktatás talpon maradása függ a pályázatok sikerétől napjainkban a bolonyai folyamat tükrében. De nem csak ilyen nagy távlatokba kell gondolkodnunk, hanem a régión belül is nagyon komoly harc folyik a tudásközpont megszerzéséig, amiben nekünk bizony vannak vetélytársaink, Miskolcot említetném, de bizonyos szempontból Gyöngyös is tudásközpont szerepre tör. Hol tart ez a helyezkedésünk, milyen esélyekkel vagyunk mi ebbe benne? Igen, nagyon érdekes, hogy megfogalmazta a szerkesztő úr is. Tény, hogy mintha egyfajta harc lenne azért, hogy ki tölti majd be a régióba a tudásközpont szerepét. Én azt hiszem, hogy azok teszik jól, akik ezt a harcnak, ezt a megfogalmazását nem használják, hiszen az, hogy tudásközpont az én meglátásomban az mást jelent. Az egy intézménynek a kisugárzását jelenti, egy olyan intézmény, ami kimondtan széles szolgáltatással bír a régió felé, ez pedig mondjuk meg őszintén nem földrajzi hely kérdése. Tehát nem tudom azt mondani, hogy most a Leányka út nem tudom melyik területe, ez lesz a tudásközpont. Szóval nem erről szól a dolog. A tudásközpont az a mindennapokba fog eldőlni. A mindennapokba, és hát nem véletlen, hogy azt mondom, hogy ezekkel a pályázatokkal pont azt szeretnénk megalapozni, hogy ez a fajta kisugárzás minél nagyobb legyen, hogy a kedves néző az minél többet érezzen belőle a szolgáltatásainkból, érezze, hogy itt vagyunk, támaszkodhat bármikor azokra a
az eredményekre, amiket mi elérhetünk. Tehát, hogy a város az tudja, hogy neki van egy felsőoktatási intézés. Ne csak a város, hanem nyilván a környező települések, vagy esetleg a környező jelenleg megyék is megtegyék. Ez minden ennek érdekében folyik az utóbbi időben, ha érezzük, ha nem. Talán nem mindig volt ez így. Nem mindig volt ez így, mert nyilván más megközelítések is voltak, de azt hiszem most jelenleg a régió a szempontunkból rendkívül fontossá vált, nem akarom mondani, ez a televízió is éppen azért működik, hogy ez a tudásközpont betöltse a szerepét. Tehát, hogy eljussunk a lakásokba, hogy az a logó, ami a Líceum televíziót jelenti, az a néző számára az is a tudásközpont egyik részét jelentse. Én azt hiszem, hogy éppen ezzel indokolja, hogy mennyire szerteágazó ez a fajta munka, amiről most beszélgetünk, és ez a fajta tervezés, amiről most szó van és folyamatban vagyunk, és azt hiszem, hogy erre még többször vissza kell térnünk. Igen, azért, ha szabad még szerkesztő, hogy mégis ezt a pályázatot teljesen bezárjuk, igen, mert a harmadik komponensről nem beszéltünk, mégpedig, hogy ennek a Líceum épületének egyfajta informatikai korszerűsítés is megtörténne ebbe a pályázatban. Tehát még egyszer a kápolna, másrészt az új tanulási terek, és a harmadik pedig ennek a kis kampusznak egy informatikai struktúrált hálózatának a kialakítása. Ezt azért mondom el, mert aki belép ebbe az épületbe, biztos feltűnik neki, hogy mindenütt a párkányon vastag vezetékeket talál, mert ahhoz, hogy ma ez működni tudjon, el sajnos vezetékek kellenek, és ez sajnos az épületet csúnyítja. Nem tetszik ez a szemnek sem, meg azt gondolom, hogy ez nem is helyes, ezért a teljes épület ilyenfajta rekonstrukcióját szeretnénk, hogy egy struktúrált a szem elől eldugni ezt a tevékenységet, de viszont működésébe pedig egy sokkal hatékonyabb legyen, sajnos ez sem kis pénz, úgyhogy nagyon remélem, hogy a pályázat során erre is sor kerül majd. És hát nem beszéltünk arról, hogy hogy van egy másik pályázat, ami a tartalmi korszerűsítést célozza meg, tehát hogy milyen új szakok, egyáltalán milyen szakszerkezet alakul ki, mi lesz annak a tartalma, de nem is lenne baj, ha most erről nem beszélnénk. Én azt hiszem, mert én azért jeleztem azt, hogy itt kerekítsük le ezt, mert hiszen nagyon gazdag a terület, és ezeket egyenként újra elő kell vennünk, és azt hiszem, hogy a következő pont a tartalom lesz, amire ki fogunk térni. Én most azért ezen a ponton mondanám azt, hogy köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és közreadhattuk ezeket az információkat. Én azt hiszem, bőven van mint sem megézni ezen a területen, és nagyon fontos, hogy ezek jól haladjanak, és mindenki jól informált legyen ebben a témában. Én azt javaslom, hogy akkor nézzük most együtt, hogy mit kínál a Hírlánc kiadása majd a hírek világából.